és szeretnéd kommentálni ezt a hangot? Tudnék ilyet csinálni, csak nem a számban. Ismét túlvilág. Ez olyan, mintha ördögi lenne. Tessék, Szoli, mondd el, mi történik itt most? Éppen meguntuk a jézéket. Rájöttem, hogy a sorhat hangja annyira nem tetszik. Gyenge volt a stroker, az volt a baj. Hány lóerő is volt az? 1000 VHP. És hány köbcentiről beszélünk most jelenleg? Ez egy LS3-szerűség, csak ez full kovácsolva van. Ezt a Chevrolet Performance, ez olyan, mint az MS BMW cégrész, ők rakják össze, ez egy LSX 376, kötőjel B15. A B15 az azt jelenti, hogy boost 15 PSI, tehát igazából ez egy fűzött blokk hengerfej, és mindenki olyan feltöltőt és annyit rak rá, amit akar, de ők azt mondják, hogy egy bárig, ez golyóálló. Most igazából egy dolog engem mindig motivált, volt a kis kompótom, amit a németek nulla báros nyomásra terveztek, és azt egy bárral fújtuk, és kibírta, hogy akkor ez mit fog. És track módon ott leszel? Mindenképpen. Ha nem ezzel, akkor a jézével megyek. És akkor ez úgy működik, hogy nem két autó van, hanem motor ki motor be? Igazából a explosion-os fiúk megcsánták, úgyhogy egy nap alatt ki lehet cserélni a motor. Ha külföldre megyünk, akkor vinszük magunkra a másikat. Múlt héten ledynóztuk a kis pici projektet, ez 707 VHP lett, és 860 Nm. Csak egyetlen egy probléma van azzal a kocsival, hogy kovácsolt belső, összek is váltott, és ott elfogyott a pénzem. Hogy a hátulja az maradt az E30 futómű gyári dipi, hogy az viszonylag nem fog kibírni semmit hosszú távon. Na, beszéljünk a kis kompótról. Régi versenyautómmal vittem egy kört annó még a Gubacsi úton rendszám nélkül a barátomat, és akkor ő úgy szállt ki, hogy egyből ő is akar egy versenyautót. És akkor lementünk Debrecenbe, vettük ezt az autót, de hát igazából ebben már a csövön meg ugye a külsején kívül semmi sem gyári, mármint hogy az az állapotban van. És akkor tavaly mentem vele ilyen FRT edzéseken, meg egy-két edzésen a fiúkkal, ezzel a egybáros gyári programmal, vagyis egy gyári motorral. Aztán a kínai turboja meghalt az év végén, és akkor így most egy kicsit upgrade-eltünk minden. A legnagyobb szembetűnő változás, ami történt a télen, hogy jöttök, eléggé hasonlít az eleje a másikra. A lökhárító nélkül egy quizt is indíthatunk, hogy ki ismeri fel a body kitet, vagy mi a hasonlóság. Szóval ugyanúgy néz ki mind a két autónak az eleje. Miért mind a kettőn ugyanaz a kit van elő? Így van. De ilyen amúgy van még egy a világon? Tehát konkrétan E36? Nincs. Hát akkor nem csak Magyarországon. Oké. Okay. Ja. Akkor 3 liter full kovácsolt, szuromi féle épített hengerfej, nagy tengelyekkel. Annyira nagyok a tengelyek, hogy ha beindítanánk, amit most sajnos nem biztos, hogy tudunk, akkor már fütyül a turbó alapjáraton is, mert már van egy kis töltése. És ez akkor a 36-nak a 25-i blokkja? Ez a 36-nak még az első generációs 25-i blokkja, amiben látod, hogy nincsen vanos. Ez a no-vanoszos? No-vanoszos, ez a full vas blokk. Ennek a hengerfeje a legerősebb, mert aztán a Hutter Feri mindig mondja, hogy aztán talán ami 7 millis szelep vastagságok vannak benne. Látod, hogy nincs itt a vízhűtő? Igen, próbáltuk ezt is igényesen megcsálni, bár itt meg nincs befejezve. Ez a kartergáz lecsapató, ezt majd le fogjuk cserélni, és amúgy próbálunk ilyen szép minőségben, igényesen, jól szerelhetően, jó minőségben csinálni dolgokat. Menjünk, haladjunk hátra. Hoppá, indultunk. Tényleg kapaszkodjon minden néző. Vannak ilyen megoldások, hogy ez még kicsit ilyen gyárias az ajtó. Szóval itt a bekukkantotok, itt láttok két darab maxekus valamit. Szóval az egyik egy motorvezérlő, egy sport prémium kit. A másik, ami most jelent meg így szinte a világon a maxeku palettáján, az egy PDM. Ez azt jelenti, hogy az összes elektromos dolgot ő vezérli. Nincs benne egy darab relé és egy darab biztosítés az autóban. Wow. És például mit tudom én, hogyha rövid zárlat van a hátul a lámpánál, akkor mondjuk kimenne egy biztosíték, és utána mondjuk mindenki keresgél, hogy ez mitől történt. Nekem kiírja a komputer, hogy mi hibásodott meg, és egy kattintással azt mondom, hogy akkor rakjon vissza idézőjelbe egy 20 amperes biztosítékot, vagy valamiért, hogy úgy vagyok, akkor rakjon egy 30-eset, és mindenki csak egy kattintás. Bár olyan nagyon nagy tech nem vagyok sajnos, viszont padlózni azt tudom. Elektromos pillangó, elektromos gázpedál. Aha. Jó, effektíve egy kattintással sok mindent tud állítani, sőt olyat is lehet, hogy ALS programok között is, hogy legyen egy gyenge ALS, legyen egy erősebb ALS. Az ALS-nél ott a
sokan mechanikusan bovdent használnak, és akkor a pillangót csavargatják. Erről azt kell tudni, hogy még ahhoz, hogy rettenetesen mondjuk rotyogjon és nagyon agresszív legyen, ahhoz nagyon ki kell nyitni a pillangót, viszont akkor az autó az gázelvétel után is, az ALS miatt, mert hogy olyan, mint a gázt adna, megy az autó. Látom egy panelt. Van egy kapcsoló tábla, amit ha megnézed, akkor vannak mindenféle gyújtási nyitó dolgok. Ú, de babán néz ki. Talán egy nyuszi is. Van egy szekis váltó alatta, halkan megjegyzem. És menjünk hátrafele, és akkor azok a kígyók, amikor kérdeztem, hogy hol van a hűtő, itt van. Itt van egy GTR féltengely. Ez az, ami még sose tört el nekem. Én már mindent széttörtem, de ilyet még nem. Bár az LS még nem tudom, milyen haverok lesznek, mert hogy Emil szerint azok a japánok, akik túléltek 2 darab atombombát, azok tudnak valamit. Amúgy ez... Elgondolok. Na várjál már! Na, és akkor a lényeg az, hogy, hogy akkor ezek a csövecskék ezek jönnek ide hátra. Autó alatt gondolom. Hát itt az autó alatt, mellett, közben, fölött, mindenhol. Wi-Fi jön amúgy a Wii. De dolgozunk, hogy wireless-be jöjjön. Ott a kis difike. Mi az, aki már nagyon igazából itt a halál soron várja a... Fűheggesztet vagy? Per, CO, aha. Szaladjunk át megnézni a kálózit a szomszédben. Ezt a Somának üzenjük, hogy itt minden egyben van. Na szóval itt vagyunk a Balázsék telepén. Most megyünk hátra, de még nem a Dino-ba. Ja. Első megálló. Jó napot kívánok! Tiszteletem! Mondd el, hogy mi újság nálad inkább? Nálam mi újság? Hát én így a 3 liter után váltottam 3 literre, csak hát így úgy, hogy a M54-ről M50-re. Több súlyt raktál. Raktam előre, és így hát ha jobb lesz az orsúly arány, mint eddig volt. Próbálkozom összerakni most így a dolgokat, hát eléggé a finishbe vagyok. Wow! Hát ez nem kicsi. Igen, jugó rámerő szakolta. Legyen egy ekkora turbó. Itt még valami hiányzik, itt nekem ez olyan... Vagy ez súlykönnyítés? Nem, oda még majd jön a CEO sor, csak hát... Még van egy-két apróság, amit még így egy kicsit egyszerűbb megcsinálni, mint így a CEO sor, hogy a fent lenne. És milyen érzés egy ilyen partiplacon szerelgetni? Hogy mindenkit valaki számít. Ja. Tök jó, mert mindig hív mindenki, hogy gyere ide egy kicsit, heggesszél itt, heggesszél ott, nézd meg, tudok-e valamit segíteni itt ott, ők tudnak segíteni. Úgyhogy így mond, tök jó, hogy sokan vagyunk, és mindenki tud valami hülyeséget mondani. Itt elköszönünk, további jó munkát, száva, megyünk tovább. Ha esetleg az embereknek mutassátok meg, hogy néz ki egy patika műhely. Az merült fel az a kérdés, hogy lehet ilyen tiszta egy patna. Hiszen nálunk a műhelyben ugye olaj, üzemanyag és homokkal szórva, tehát konkrétan már szerintem ilyen plusz 30 centi nálunk. Azt mondjátok el nekem, és erre válaszoljátok kamerán belül, te is. Én is, nem ennek hülye. Mondjátok el, hogy miért támogatjátok jobban a saját autótokban azt, hogy ne legyen a gyári dashboard, tehát a gyári műszerfal, és legyen helyette inkább egy ilyen, csak egy karbonlap, csak egy lap. Ez ilyen saját ízlés, vagy van ennek egy funkciója? Hát a funkciója az, hogy könnyebben szerelhető legyen. Okay. Nekem a régi EQ-val, meg a régi analóg műszerekkel egy ilyen kábelerdő volt, és többször is volt nekem problémám, hogy ezt tönkement, azt tönkement, és akkor mindig hívtam a segítséget, és mindenki olyan fejeket, hogy be lehetne vágni, mikor ilyen fejeket vágtak. Viszont már mit tudom, itt a Max EQ-val, hogy nincsenek analóg műszerek, csak a tablet van. Most már a PDM-nél, hogy most már nincsen semmiféle biztosíték táblák, meg ilyen szarok, de... Azt is a Max EQ-n keresztül, egy szoftveren keresztül látom, ja, most mi... Igazából szerelhetőség szempontjából, meg átláthatóság szempontjából. Meg hát minél több kábel van benne, annál tűzveszélyesebb, én úgy gondolom. Alapjáraton törtök egy liter. Hát azt el kell, hogy mondjam Máté, hogy én még ilyen napon egyébként az a durva, a 7 év alatt még soha nem voltam, hogy autó, motorját beindítás, aztán utána programozás és egyből ott vagyunk. Ez nagyon durva. És nincs kizárva, hogy holnap megyünk tesztelni. Átjöttünk egy másik helyre, ami nem más, mint... Welcome to Csapó 4, Episode Name, Hub Dino. Ez a kis főhadiszállásunk.
Eddig két vas darabunk volt, most már van négy darab ilyen pirosunk. Aha. Eddig két VD-t, most már négy VD-t is tudunk dynózni. Eddig volt egy 1000 Nm-es limitünk, most unlimited. És akkor itt úgy néz ki, hogy akkor a megszokott ilyen görgős dynó helyett egy teljesen más technikával dolgozunk. Itt úgy van, hogy ha most beszélünk az én autómról, egy hátsó kerekes drift autóról, meg kell emelni az autónak a hátulját, le fogjuk szerelni, majd mindjárt látjátok, hogy mi történik, leveszik a kerekeket, és egy speciális adapterrel ezt a két masinát jobb és bal oldalra felszereljük. Ami ebben a jó, és szerintem rossz a görgős dynóba, hogy azt mindig lesponizod így úgy, elkapar rajta a kerék, füstöl, egyszer így ennyi lóerő jön ki, egyszer annyi, ezt felrakod, és nem kérdez vissza semmit. Plusz még, ami nagyon nagy előnye, padlózza a programozó, Emilünk, és látni fogjátok folyamatosan, hogy milyen teljesítményt ír ki, és akkor beleprogramoz, és ugyanannál a fordulaton egyszer csak mondjuk több lesz, vagy kevesebb. És akkor már egyből tudjuk, hogy akkor mi a jó irány. Viszont, hogyha bármi gond van, akkor nem akarunk senkinek sem anyagi kárt utána, és ezek CO-val működnek, tehát itt nincs por, nincs ami rozsdásodik, stb. Hogyha itt bármi tűz van, akkor nyom nélkül el tudjuk oltani. De hát reméljük nem lesz. Itt a másik. És ha megnézed, ezen van egy ilyen tumor, az volt egy elektromotor, ami a hátsókon viszont nincsen. Ez azért van, mert képzeljétek el, a régi dynóval volt egyszer valami újabb merci, amit dynóztunk, és egyszerűen folyamatosan berakta ilyen safety módba, mert hogy annak ellenére, hogy mondjuk hátsókerekes volt, hogyha az első kerekes hátsókerekeknek a forgási sebessége nem egyezik, akkor egyből ilyen szervizmódba rakja. Na most, hogyha felraknánk a mercit erre, akkor itt ez az elektromotor, ez utolérni a hátsókat, és ugyanannyi lenne. Tehát mercisek, BMW-sek, hátsókerekesek, összkerekesek, elsőkerekesek, welcome Hub Dino Budapest! Kérdeztétek, hogy a Hondáknak mi volt a power-e, meg hogy az enyém az mit adnak ki. Na most igazából, de lehet most fogjuk lemérni, ezért még nem tudom, viszont az Emil kinyomtott egy papírra a Yeezy Strokert és az egyik erős Hondát. És úgy néz ki, hogy már nem tudom melyik volt melyik. Sziasztok! Tony nagyon rendes volt, rendelt nekünk pizzát. Gépjármű jelenleg 970 Nm tud, és 806 lóerő volt az utolsó mérésnél, de a legjobb mérés az 850 vagy mennyi lóerő volt. Na valami, igen. Say something! Water is good for you. About the car! Very hungry! Döntenem kellett, hogy emlék Zikába, rendelek egy LSX-et. Sajnos az volt a papír lettek. Srácok, a kerekasztal lovagjai most összeülnek megbeszélni, hogy hogyan csiholjanak még ki egy kis teljesítményt az LSX-ből. Artur. Lánc. Gálat. Dabány. Arcifal. Erek. Ifele. És Máté. Kedves kisöcsémet megkérdeztem, hogy a belső pagonyon lakik 6 kilométerre innen gyártól. A szomszédban nagy buli van, de írt egy üzenetet, hogy szó lenne, de hallani a dúgást. Kezelitek a népszerűség? Annyira nem vagyunk azért népszerűek, de... te. Én el vagyok. Nem voltunk nyaralni múltkor Balatonon, és az asszony kifeszült rajta, hogy elmentük enni egy hamburgert, és már ott fotózkodtak. És a kisebbik fiam az kitalálta, hogy ő is akar jönni velem a műhelybe, mert akkor ő is, ővele is akarnak majd fotót csinálni. Nosza rajta gyermekem, gyere!
év alatt, amióta videózom, azóta nem ültem ennyire brutális autóban. Ez elmondhatatlan. Ez... Na, hogy tetszett? Hülye vagyok. Köszönöm, hogy kijöttetek, srácok. Adom, elmondom neked, hogy amióta 7 éves járom, nem kocsaknak voltam, Gribbenen voltam, Erdélyen. Gyakrabban kéne enned. Európai dolgoktól meg mindenem, de ez... Ezt a napot már lezártuk, még holnap folytatjuk. A Hub Dino-nál jártunk ma. Holnap teszt. Így van. Így van. Oda sajnos nem tudok menni, de Máté képviselni fogja ezt a dolgot. Holnap Tali! Holnap folyt köv! És majd Máté elköszön.